Sziasztok, Ditka vagyok. A reptér ugye az utazásról szól, és sokszor bele se gondolunk abba, hogy mennyi háttérmunka zajlik még ahhoz, hogy az utasok rendben felszállhassanak. Ezeket a feladatokat mutatja meg ma nekünk a földi kiszolgáló személyzet egy tagja. Gyertek, csekkoljunk be együtt! Szia! Szia! Szabó Martin. Szia, Váradi Edi. Gyere, mutatom az utat. Mi itt az utas kiszolgálásban fölveszik az utasokat a járatra, odaadják a jegyüket, fölveszik a bőröndjüket. Itt vagyunk a check-in pultban. Itt ellenőrizzük a különböző beutazáshoz szükséges dokumentumokat, mint úgy, hogyha vízumról beszélünk, vagy pedig most ugye a jelenlegi járványhelyzetben a plusz szükséges dokumentumokról, teszteredményekről. A mi feladatunk az nem onnan indul, hogy kiülünk az utasokkal és találkozunk, hanem már előtte minden járatra és repülőgépre kiszolgálásra föl kell külön készülnünk, úgyhogy ez nagyon sok adminisztratív munkát előtte is és utána is eredményez. Ide már az utasok a beszállás előtt érkeznek közvetlenül, van egy nagyon mókás bemondónk, amin innen már hangosan is tudunk kommunikálni az utasokkal. Kipróbálhatom? Hát hogyne, tessék! Grasso Markot keresi anyukája a 22-es pultnál. Ahhoz, hogy egy repülőút mindenki számára jól induljon, már itt a Földön rengeteg munkára van szükség. Ha érdekel, mik ezek a feladatok, mindenképpen nézd meg a többi videónkat is ebben a témában. Ha pedig más szakmák érdekelnek, akkor érdemes elveszni a csatornánkon. Köszönöm, hogy itt voltatok, találkozunk legközelebb. Sziasztok!